Guta a közelmúltban két karate Európa bajnokkal gazdagodott. A június 15-én és 16-án Érsekújvárban megrendezett Európai Sitoriu Föderáció első bajnokságán Kis Tibor és Bagita Dániel is aranyérmes lett. Elsőként Kis Tibort mutatjuk be, aki a kata senior kategóriájában jeleskedett. A viadalon kata, formagyakorlatok és kumite küzdelem kategóriákban versenyeztek juniorok, kadétok, felnőttek és szeniorok. Az Európa-bajnokságon két gútai csapat is képviseltette magát, a Taiyo Karate Egyesület és a Corvin HE, így a város összesen 26 versenyzője vett részt a rangos megmérettetésen. Kis Tibor a Taiyo Karate vezetője és edzője, a kata senior kategóriában győzedelmeskedett, Európa-bajnok lett. Tibornak jelenleg 45 tanítványa van, sok-sok év kihagyás után kezdett újra versenyezni. 38 évesen kezdtem el újra versenyezni, 15 év után. Minél többet foglalkoztam a karateval, annál nagyobb fanatikusa lettem, és nélkülözhetetlen lett számomra, hogy megmérettessem magamat, mert éreztem magamban akkor a minőséget és potenciált, hogy felálljak újra a tatamira. Tibor a tradicionális karate elkötelezett híve, a sportkarate mellett ezt is oktatja növendékeinek, és természetesen műveli. Bennem ez a távol-keleti harcművészeti feeling, ez felülmúlt ezt a sportot, és ezért katába kezdtem el úgymond versenyezni, és nagyon jó, hogy ebbe a karateba a tradicionális formát is lehet kamatoztatni. Országos szinten katában két ezüstéremmel büszkélkedhet, az európai versenyen pedig a dobogó legfelső fokán állhatott. A katára annyit kell tudni, az tulajdonképpen a tradicionális karatának a technika kifejezése. Ez egyébként laikus számára, most elnézve kifejezően hadonászásnak tűnik, de ezek nagyon komolyan irányított pontos technikák, és mindenféle változtatás, vagy bármilyen más tehát egyensúlyvesztés, vagy egy kis hiba kizárásra ad okot a versenyből. Tehát nagyon ott kell lenni ennél a katánál. Tehát a koncentráció nagyon fontos. Erős a mezőny, de ez jó. Ennek azért örülök, mert jobb így nyerni egy minőséges versenyzővel. Az európai versenyen a gútai karatisták több pontszerző helyet szereztek, elhoztak két arany, négy ezüst és egy bronzérmet is. Televízne vysielanie je súčasťou projektu pod názvom Informácie cez hranicu v prihraničnom regióne Post-Danubii, Crossing Borders by Information in the Post-Danubii Border Region, ktorý sa realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika. Az elkészült műsor az információval a határon át a Post-Danubii régióban, Crossing Borders by Information in the Post-Danubii Border Region című projekt részeként a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program támogatásában valósul meg.